Na, szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Székesfehérváron. Maga az állomás egyébként egy olyan 4-500 méternyire van, az utasforgalmi peronrész, és hát itt ezek a vágányok használatosak. Egyébként két árbócos tolatási jelzőt is láthattok, mind a kettőben természetesen optika is, és be is van kötve. Mind a kettő jelenleg ugye kéket mutat, azaz a tilos jelzést. És itt van a PFT főnöksége. Mondjuk ez a vágány, ami szélen van, ezt ahogy látom, már nem nagyon használják, tehát láthatok PFT-s gépeket. Ugye egy alkalommal jártunk erre, amikor a bicskei szakaszt mutattam meg nektek, ami hát egy ideig Lovasberényig, most már Lovasberényig sem, hanem most már csak itt Székesfehérvár belterületéig járható, és ha minden igaz, akkor járják is ipari szempontból. De mi nem ezzel fogunk most foglalkozni, hanem itt szerintem abszolút kivehető, ment valamikor a hőerőmű vágánya, úgyhogy menjünk is át a túloldalra, mert itt szeles az idő, és minden továbbit majd sétálva elmondok. És akkor át is jöttünk a túloldalra, láthatjátok, hogy abszolút te kivehető a vágány. Sokat már nem fogunk belőle látni, mert hogy hivatalosan felszedték, és sajnos ez nem is egy olyan régi történet, tehát még simán meg is örökíthettem volna, hiszen egy olyan 4-5 éve szedték fel, ha minden igaz, akkor a 2014-es Google utcaképeken még látszik. És itt beszélgettem egy vasutassal, ő 2004 óta vasutas itt Fehérvár térségében, és azt mondta, hogy mióta ő itt van, már nem volt ide kiszolgálás, de maga a vágány valóban megvolt. Ő 2012 környékét mondott, de azt mondta, hogy azért nem foglalkozott ezzel a mindennapokban, tehát 2012-14 környékéig biztosan megvolt a vágány. Talán ott lesz is egy kis nyom, már itt rögtön a legelején. És hát pakurát, amikor 2000-ben a pakura fűtésről leálltak, akkor szűnhetett meg itt a kiszolgálás. Ugye a pakura az lepárolt kőolaj, hogyha esetleg valaki nem járatos ebben a, vagy ezen kifejezésben. És hát valószínűleg ez volt úgymond a végzete a vágánynak. Ez a vágány rész. Ez itt megvan. Na, ezt nem gondoltam, hogy ennyit, legalább ennyit fogunk találni. Úgyhogy ez már bőven több, mint amennyire számítottam, az az igazság. Nem lesz egy gigantikusan hosszú túra, illetve olyan túl sok plusz információt sem fog tudni ennél legalábbis többet nektek átadni. Mert hogy egyébként tényleg körbe kérdeztem, a IHO-n, Google-ben mindenhol kerestem róla érdekes, vagy legalábbis feltehetőleg érdekes információkat, de képzeljétek el, semmit nem találtam azon kívül, hogy az elveszett vágányok térképe, van egy ilyen oldal, ugye be vannak húzogatva az elveszett ilyen iparvágányok, vagy vasútvonalak, stb. Tehát ott magát ugye megtaláltam a vágányt, illetve hát, hogy hol volt. És hát az alapján fogunk menni, bár egyelőre nincsen szükség nagyon a térképre, hiszen abszolút kivehető, hogy ez a vágány hol ment. Most kíváncsi vagyok, hogy itt a Dzsindzsában tovább tudunk-e menni. Ugye ezt tudnotok kell, hogy azért úgy Fehérvár viszonylag szélén császkálunk éppen. Azért ez a durva, tehát nem tudunk a nyomvonalon menni, így benőtte a növényzet. És mondom még egyszer, tehát ez nem egy ilyen 10-20 éves történet. Jó, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy most milyen kíváncsi is vagyok. Szevasz, cica! Szevasz! Nincs nálam semmi kaja. No, szóval azt hozzá kell tenni, hogy ugye a vágány már csak itt állt, így 4-5 évvel ezelőttig, tehát funkciója már nem volt, úgyhogy arra vagyok leginkább kíváncsi, hogy itt a dzsumbújból kiszedték-e a vágányt, hogy úgy voltak vele, hogy ezt nem látja senki se, és benn hagyjuk. Hát erre most még nem tudok nektek megmondani konkrétumot, de ahogy látom egyébként, hát frankon kiszedték onnan is. Láthatjátok, nincsen meg. Sehol sem. Érdekes, hogy egy ilyen megoldást választottak, hogy murvával öntötték le itt a környéket, vagy a környékét. De itt újra felbukkan. Ezt láthatjátok. Na, akkor visszatérünk a nyomvonalra, és akkor itt átmegyünk a útkereszteződésen. Hát igen, tehát hogy ugye ez jellemző, hogy az útkereszteződésekbe bennhagyják, mert a kényelmesebb, könnyebb utat választják, úgymond. Ugye költséges lenne kibontani, és akkor ott ugye le kellene aszfaltozni, és akkor mindig mennek ezek a
kis jogi viták, hogy ez most kinek a feladata és kinek a pénzén kellene visszaaszfaltozni, ugye? Ugye elméletileg úgy van, hogy rekultiválni kell a környezetet egy vágány felszedése után. A kérdés csak az igazából, hogy a mávé volt-e a vágány, vagy esetleg a hőerőmű tulajdonában állt. Ezt sosem lehet tudni, ugye mindig a marfi növényolajgyárat hozom fel példaképpen, ahol ugye például az ő vágányokra rá sem mehet mávos gép, de ezek mindig ilyen érdekes kis jogi belharcok. Hát nem kell tényleg a térkép ahhoz, hogy megtaláljuk a vágányt, hogy hol mehetett. Igazából annyira adja magát, hogy ez nehéz lenne ez a vágánykeresés kezdőknek című sorozat. Vagy pálya, inkább úgy mondanám. Ennél azért csak nehezebb feladat szokott lenni. Jó van, tényleg féltem attól, hogy kicsit unalmas lesz ezt megnézni, de itt egy újabb nyom. Így azért izgalmas. Én tényleg azt hittem, hogy ezt 100%-ig elpusztították. Itt újra felbukkan a vágány, hát hol máshol, hanem az út kereszteződésében természetesen. És akkor megyünk tovább. Ó, és figyeljetek! Itt az autók minálnak. Végig megvannak a betonaljak, ezt nézzétek. Az nem semmi. Hát ezt nem is nevezném már szinte alapos vagy fél alapos munkának se. Tehát ezt nézzétek, végig megvan. Az összes betonalj megvan. Itt végig. Innen lehet látni, mindenhol megvannak a betonaljak. Na most ez... Ez jó meglepő igazából. Itt most beszélgettem, annyit mondtak, hogy lesz azért vágány, amit fog találni, de például erről nem szóltak, meg hát gondolom azért nem mindenki olyan elvetemült, hogy itt ezt nézegesse. Itt mindegyik megvan. Kérdés, hogy el fogunk tudni itt menni. Aha, itt a dzsumbújban megint úgy látom, hogy semmi. Tehát betonaljat se látok, meg vágányt se látok. Nem tudom, hogy mennyire adja át nektek amúgy, de full para. Itt egyedül, vak egyedül, egyik oldalon ilyen elhagyott valami. Nem tudom, mi volt itt, vagy van, nem tudom. Nem tanyomom semmi egyébként, mert ahogy látom, nagyon omladozó a történet. És a másik oldalon meg ez a tök régi ház. És ez a, szebben nem tudom mondani, ez a régi házszag terjeng itt. És te meg itt a közepén sétálgatsz. Vak egyedül, most már mondjuk hallani az autókat, de eddig azt nem lehetett. Egyfelől hangulatos, másfelől egy kicsit ijesztő. Persze mindig más egyébként otthon videót nézni, és éppen nyomni a sajtos popcornt, meg itt lenni, és átérezni. Valószínűleg a képernyőn keresztül ez annyira nem tűnik parának, mint amennyire az. Vagyis hát most már nem, de az volt. Természetesen szemét mindenfele. És akkor most érkezünk majd ki ide az úthoz. Ja igen, egyébként ahonnan elindultunk, ott az egyetlen, ahol láthattátok, hogy ott nem volt benne az útban, a útkereszteződésben, mert arról olvastam, hogy ott ilyen csatornázást vagy mit csináltak, és ott teljes mértékben felbontották az utat, tehát ott már le van aszfaltozva frissel, úgyhogy ott azért nem láttunk ilyesmit, bármint hogy vágány maradvány. Azt hiszem Mártírok útja, ha jól emlékszem. Na, itt viszont megint csak az látszik, hogy kiszedték, és itt újra is aszfaltozták, mint láthatjátok, tehát egyértelműen adja magát az aszfalt. No, visszanézünk. És hát megpróbálom, megmondom őszintén, megpróbálom térkép nélkül lenyomni. De most azért már úgy tűnik, hogy kezd itt nagyon úgymond elveszni. Bár azért itt vannak erre utaló nyomok, hogy itt így mehetett. Semmi, az égvilágon semmi nyom. És most egy kis újabb segítséget kértem itt helyiektől, és mint kiderült, legalábbis itt úgy emlékszik valaki, bár nem ezen a tájon lakik, hogy a kórházig volt meg hosszabb ideig, viszont a vágány itt már régebb óta nincs meg. És ez mondjuk azért lehet helytálló, mert tényleg semmilyen nyom
nincsen, pedig egyébként a nyomvonalon vagyunk, és kétlem, hogy ez az elmúlt 4-5 évben alakult így, hogy itt ennyi, vagy ilyen mértékben, teljes mértékben mondhatni, eltűnt annak a nyoma, hogy itt valamikor vasúti vágány volt. No, átjöttem a túloldalra, itt jött a vágány végig. Érdekes módon lehet látni, hogy az ég adta világon semmilyen jel nem utal arra, hogy itt valamikor kötött pályás közlekedés volt. Elérkeztünk ide, és hát láthatjátok, hogy komoly meglepetés számomra, hogy egy kaput sem láttam, vagy véltem felfedezni, amikor idefele jöttem, és ebből láttam, hogy ez tényleg egy sokkal, de sokkal régebbi történet lehet ezen a részen, hogy felszedték a vágányt, mert itt teljes mértékben átalakult minden, de egyébként jól lehet látni, hogy itt ment a vágány. Itt. Erre azért vannak némi ráutaló jelek. De hát a Google térképről ennyit igazából, mert ő itt nagy vágányhálózatot mutogatott. Erről pedig sehol semmi. A Google térkép szerint ott, ahol van az a kupolás épület, nagyjából ott már két vágány kezdett eljönni. És még egyszer mondom, a Google térkép szerint itt jött a két vágány, és innen kiágazott még egy harmadik vágány. Tehát nagyjából így nézett ki itt ez a terület. De ezt majd meg kell nézni a fentről.hu-n, hogy valóban így volt-e, de hát úgyis vágom be közben az onnan szerzett régebbi képeket. No, hát nekem ez tök szimpatikus volt igazából. Szeretem az olyan ilyen nyomvonal bejárásokat, ahol azért van is mit mutatni. És nem csak a semmiről mutatok nektek képeket, hogy na, ott volt valami. De a lényeg az, hogy szimpatikus volt, nagyon tetszett, és jól is éreztem magam. Remélem, hogy nektek is tetszett, és régen Csepellel csináltam ilyen Csepel titkai sorozatot. Most több ilyen vidéki várossal szeretnék csinálni ilyen Székesfehérvár titkai, hát most akkor ezt megkezdtük, és egyéb városokba ellátogatni. És ilyen úgymond kisebb, de érdekes közlekedés történelmi dolgokról beszélni és videót készíteni. Mert egyébként hiány van belőlük, ugyanis például erről pont nem találtam az égvilágon semmit. Remélem, hogy tetszett, ha igen, nyomj egy lájkot, és köszönöm szépen, hogy megnézted. Sziasztok!